Miske Janikó pszichológus a vendégünk, és egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, mégpedig arról, hogy a gyerekeket hogyan lehet, hát én ezt a szót használnám, szeliden visszaszoktatni az iskola kezdésre, és azt kell mondjam, hogy én már elég régen kinőttem az iskolásságból, és Vecával pont ezt beszéltük, de még mindig összeszorul a gyomrunk, így, amikor éveleje van, és tényleg csak a plakátokon látom, hogy iskola kezdés, vagy egy iskolásokat a kis táskáikkal. Úgyhogy tiéd a szó, hogy lehet ezen enyhíteni, ezen a feszültségen? Ugye az egy nagy kívás, amikor egyáltalán először megy iskolába a gyerek, az egy teljesen más helyzet, és más az, amikor ugye visszaszokás van, amit te is mondtál. A visszaszokásnál érdemes azokra a pontokra figyelni, ami neki jó, meg ami örömélmény volt, tehát hogy milyen jó, hogy újra találkozhat azokkal a barátokkal, akikkel esetleg mondjuk abban az időszakban kevésbé tartották a kapcsolatot a különböző programok miatt, tehát érdemes inkább akkor erre helyezni a fókuszt. Aztán ugye, hogyha meg most lesz kisiskolás, akkor az meg aztán végképp egy sokkal nagyobb kihívás lesz. Na és ez hogyan? Hogy amikor mondjuk először megy, akkor az így... Fontos sokat mesélni nekik erről az egészről. Az gondolom, az nagyon szerencsés lehet, hogyha például elmegyünk együtt megnézni az épületet, hogy tudja, hogy elmondjuk azt, hogy mondjuk hogy fogunk eljutni oda minden reggel. Mesélni egy picit arról, hogy miben lesz más mondjuk az óvoda, és miben lesz más az iskola. Vannak azok a referenciapontok, amik hasonlóak lesznek, tehát elmondjuk, hogy ott, ami az óvónéni volt, az itt most a tanítónéni lesz például, ugyanúgy lesznek mondjuk így kis társai, csak azt ott osztálytársaknak fogjuk hívni, de hogy mondjuk más lesz a napi rend például, akkor erről lehet mesélni neki, hogy mit jelent az, hogy szünetek lesznek, hogy ki fognak csengetni az órákról, akkor mit lehet csinálni, egy óra alatt, mit lehet a szünetben csinálni, tehát hogy erről nagyon sokat érdemes mesélni nekik. Lesz majd nagyon szép táskát, ceruzát. Hát igen, az nagyon együtt. Fontos, az is a része, nem, hogy a gyerek arra felkészül, és akkor az van, ha ebbe mondjuk belevonjuk, és van lehetősége neki kiválasztani, akkor például tetszik nekik, akkor nyilván jobban ragaszkodik hozzá, az segíti az ő elköteleződését ebben a témában. És mit tapasztalsz, hogy tényleg van szorongás a gyerekekben? Tehát mondjuk akkor most beszélünk a visszatérőkről, vagy akár mondjuk nem tudom, hogy egy kicsi gyerekben is fel lehet fedezni a szorongás jeleit, egy 6 évesben, aki éppen iskolában készül, vagy nem tudom, izgalmat, hogy minek lehet ezt írni? Azt mondom, hogy gondolj bele abba, amikor mondjuk te egy új munkahelyre kerülsz, tehát valószínűleg benned is van izgatottság. Mindig ebből induljunk ki, hogy mi nekünk a munkája, a gyereknek az az iskola. Tehát nyilván mi is izgulunk, hogy mi lesz első nap, milyen lesz a fogadtatás, beillünk ki a csapatba, vagy nem, tehát hogy mindenféleképpen egyfajta izgatottság lesz. De teljesen más az, amikor egy gyereknek már ugye van korábbi tapasztalata, és ez lehet nyilván pozitív is, lehet negatív is, azért ez megint egy kicsit így színezi ezt a képet, hogyha rossz tapasztalat volt, akkor persze erősebb lehet a szorongás ebben az esetben. Itt érdemes segíteni. Lehet ezt enyhíteni, bocsánat, hogy közbevágok. Érdemes beszélgetni ezekről a helyzetekről, hogy milyen nehézségek voltak, és milyen más módszereket próbálhat ki esetleg a gyerek, amit addig még nem próbált, hogy megpróbálja megoldani azt a helyzetet. Mert nyilván ezt nagyon sok minden okozhatja, és mondjuk a depresszió egy kisgyereknél, hogyha megjelenik, az olyan borzasztó rossz látni, és nyilván vannak anokok, amikkel szülő nem tud mit kezdeni. Tehát mondjuk azzal, hogyha az egyik gyerek mondjuk egy tehetősebb családból van, a másik meg nem, akkor ez egy olyan szorongás, mert nem tudsz belőle kivenni. És hogy én arra lennék kíváncsi, hogy tényleg mi az, amivel őt lehet segíteni, azon ki, hogy az ember beszélget, de hogy vannak-e olyan terápiás dolgok, amiket otthon akár egy szülő is alkalmazhat. Nem kifejezetten terápiásnak nevezném, de ugye jó, hogyha nem azzal kezdjük, hogy mondjuk mi volt az iskolában, hanem az a hogy érezted magad inkább, hogy neki milyen élményei voltak, és azt is mondja mondjuk, hogy mi az, ami rossz volt, de hogy mondjuk azzal zárni a napot, hogy meséljük el a napunkról, hogy mi az, ami jól történt, és akkor mi szülők is mutatunk rá egy mintát, Én is elmondom, hogy nekem mi az, ami jó volt az adott napomban, hogy ez egy pozitív napzárás lesz, és akkor egy jó hangulattal zárja le a napot, általában ez segíti azt, hogy jobb hangulattal kelljen mondjuk másnap, és egyre több pozitív élményt tud kötődni, hogyha mondjuk az iskola kapcsán is keresünk ilyet, hogy jó, de biztos volt valami jó is aznap az iskolában, és akkor a nézőpontja tud alakulni, arra tud fókuszálni, hogy mi az, ami jó volt, mi az, ami jó történt. Ki lehet ezt nőni? A szorongás? Igen, mert most mondjuk én még nem nőttem ki, pedig már nem is kell iskolába járnom. Nem lehet, igen. Hogy... egy személyiség vonás is, az, hogy ki lehet. Az, aki mondjuk szorongó, ki az, aki kevésbé szorongó. Egy picit azt gondolom, ez olyan, mint az önbizalom, hogy az itt is csinálni kell. Tehát, hogy vannak azok a helyzetek, amikben, hogyha belekerülsz, és megtapasztalod azt, hogy képes vagyok ezen túljutni, és mondjuk nem is annyira félelmetes, mint gondoltam, hogy ez félelmetes lesz, akkor legközelebb már sokkal bátrabban megyek bele, és akkor utána tudom azt, hogy
lehet, hogy először szorongani fogok, de hogy ezt így elfogadom az új helyzetnek a részeként, hogy lesz egy pici rész, amikor szorongani fogok, és tudom azt, hogy az el fog majd egy ponton múlni. De akkor erősíthetjük őket azzal, hogyha abban támogatjuk őket, mondjuk, amit jól csinálnak, amit jól sportban mondjuk erős, akkor ezzel lehet az önbizalmát növelni. És igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ha esetleg az iskolában mondjuk több a kevesebb sikerélmény van, akkor legyen olyan terület, ahol viszont van sikerélmény, ez lehet a sportban, lehet bármilyen más hobbi elfoglaltság, és ugye ez egy nagyon rossz taktika, amikor ezektől egy gyereket mondjuk eltiltanak, hogyha nem tudom, rossz ígyet hoz, akkor mondjuk nem mehet el arra a területre, ahonnan egyébként meg sikerélménye jönne, mert akkor lezárott pont a nem lesz, és ugye leépül az önbizalma, és sokkal nehezebb lesz ugye újra jól teljesíteni esetleg a későbbiekben. Igen, elfelejtjük, hogy a gyerekek is felnőttek, csak kicsik, de hogy ott még ugyanazok, akik lesznek később, és hogy nem mindent el lehet tőlük venni már egész kiskorban. Igen. Mi van akkor, hogyha több gyerek van mondjuk, akkor erősítheti például egyik a másikat, hogy bevonhatjuk mondjuk szülőként a nagyobb gyereket például a beszélgetésbe a kisebbel, hogy mi lesz, mert hogy ő ilyen arról, hogy milyen volt, amikor ő először ment suliba, vagy nem tudom, ez így segíthet? Akár segíthet is, de ugye mindenki más-másképpen éli meg ezt a dolgot, tehát hogy azt is meg lehet mutatni, hogy látod, milyen érdekes, hogy te ezt így élted, meg milyen érdekes, hogy a másik meg ezt másképpen élte meg. Tehát előfordult, hogy tudják egymást segíteni. Ugye ennek mondjuk a háttere is, a negatív háttere is meg lehet, hogy pont hogy a szorongást tudják éppen egymásban generálni, azt nyilván nem érdemes hagyni. Munkád révén egyébként mennyire tapasztalod, hogy mondjuk szülők ezzel keresnek meg, hogy iskola kezdés, és hogy ezt a traumát hogyan enyhítsük a gyereknél, mennyire jellemző ez így a pszichológusi létedre? Előfordul azért ez a kérdés, főleg azoknál a szülőknél, ahol nekik maguknak nagyon nagy kérdés, hogy akkor ez most hogy lesz. Nyilván ez egy új életszakasz, teljesen másképpen kell nekik is szervezni ezt az egészet. Attól is, hogy ki milyen típus. Szoktam javasolni azt, hogy például minden egyes héten tervezzék meg együtt az adott hetet, mert ugye a gyereknek még teljesen más, főleg kisiskolás korban az időfogalma, tehát hogy átlátni is perspektívában több hetet, hónapot még nem annyira tud. Pontosan de hogyha közösen átbeszéljük azt, hogy most akkor hogy fog kinézni a heted, mondjuk ma ki fog érted menni suliuk után, vagy milyen óráid lesznek, és ezt minden egyes nap is átbeszéljük, akkor az neki is ad egyfajta biztonságérzetet. De találkoztam olyan anyukám is, aki azt mondta, hogy ő ilyet nem csinál, mindenkinek megmondja, hogy mit csináljon, és kész. De hogy ez a gyereknek nem annyira jó. Tehát jó, hogyha érzi azt, hogyha ő is részese annak, hogy hogyan alakul ki az ő élete. Egész délőtt lehet téged hívni, nézőknek, és igen, ez a téma 0630 515 93 99, a telefonszám. Úgyhogy Anikó pedig majd segít és válaszol azoknak, akik esetleg úgy érzik, hogy ez egy tényleg olyan nagy trauma az iskolába járás. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!